Krámer Iván kiskörösi történész gyűjtő 1972-ben még diákkorában kezdte el látogatni az akkor még egyetlen antikváriumot Budapesten, hogy, mint mondta, gyönyörködhessen a könyvekben. A gyűjtés iránti szenvedélye akkor kezdődött el, így a nyugalmazott alezredes már több mint 50 éve gyűjti a dualizmus korához kapcsolódó relikviákat. Egy hatalmas nagy Petőfi gyűjtemény, elsősorban a könyvészeti anyagra van kihegyezve, a másik pedig a Kossuth gyűjtemény, ami egyedülálló, az ország harmadik legnagyobb gyűjteménye, ezbe belefoglaltatik a 1848-49-es forradalmi szabadságharcra vonatkozó irodalom, illetve van még egy harmadik elem, a Tisza gyűjtemény. A gyűjteményben gazdag képi, kis plasztikai, tárgyi darabok, kéziratok és a több mint 8000 kötetet meghaladó könyvtár mellett egyedi műtárgyak is találhatók. Krámer Ivánt jelölték az évembere címre, melyen 5. helyen végzett. Amíg a verseny tartott, tovább gyarapította Petőfi Sándorral kapcsolatos irodalmi gyűjteményét, melyel 3 olyan különleges jegyzetet szerzett meg, amelyet kőnyomatban sokszorosítottak a 19. századi bölcsészek. Régen is voltak diákok, és ugye mindig összefogtak. És ha volt egy professzornak egy előadása, többek között a Gyulai Pál, ugye, akiről annyit azért tudni kell, hogy a dualizmusnak volt egy meghatározó személyisége irodalomtörténet szempontjából, és egyben ráadásul a Petőfi családba is benősült, mert ő vette el a Szendre Júliának a húgát, a Szendre Máriát. És 2 gyereke született tőle. És ő nagyon jól ismerte a családnak, a Petőfi családnak a belső életét, a mendemondákat, a költőnek a születésével kapcsolatos történeti históriákat. És ő ebben mindig tartott előadást, és a diákok ezt többen, tehát lemásolták, és 100 példányban ezt könnyű a litográfia kinyomtatták. Krámer Iván birtokában 3 könyv van. Az 1882-es, az 1891-92-es, valamint az 1900-as. A szinte gyöngybetűkkel leírt jegyzetek érdekessége, hogy olyan kisebb történeteket, anekdotákat tartalmaznak, amelyek lehet, hogy nem fontosak, de árnyalják a család és a költő életét. 21 novembertől 24 novemberig ugye van itt a család kiskörösön, és utána ő félegyházára költöznek. Az érdekesség az, hogy a betűvetést, az írás-olvasás alapjait mégis kiskörösen tanulja meg a gyerek, mielőtt még 28-ban beiratnák Kecskemétre. Ugyanis áthozták a gyereket mindig a Martini Mihályékhoz, a 2 kereszt gyerekéhez, a Karolinához és a Károlyhoz. És itt tanulta meg gyakorlatilag az írás-olvasás alapjait a költő kiskörösen. Tehát, ami nekünk kuriózum és ritkaság, hogy a költőt nem ment el véglegesen 24 novemberében Kiskörösről, hanem még később is visszahozták Kiskörösre több alkalommal. A jegyzetek a költő egész életét feldolgozzák. A harmadik kiadványt, mely 1900-ban készült, Lehr András bölcsész hallgató jegyezte. Krámer Iván elmondta, hogy a könyv olyan ritkaság, hogy Báró Radvánszky Béla művelődés történész és heraldika kutató könyvtárából való. Az anekdotákkal és Krámer Iván gyűjteményével részletesebben Petőfi tér című kulturális magazinunkban foglalkozunk.